A bábonai Tóth Attila 4 évvel ezelőtt kezdett el komolyabban foglalkozni a testépítéssel. Sportszenvedélye egészen a versenyzésig vezette, ám tavasszal a kemény felkészülés nem vezetett eredményre, a versenyek elmaradtak. Nemrég azonban álma valóra vált, elindulhatott első versenyén, melyen minősítést tudott szerezni a további megmérettetésekhez. Tavasszal a járványhelyzet idején beszélgettünk, akkor ugye arról beszéltünk, hogy hogyan csöppentél bele ebbe a sportba, amit most már sportként űzöl, illetve azt is említettük, hogy akkor keményen készültél egy versenyre, de az nem valósulhatott meg. Nos, mi történt azóta veled? Mi az, amit el tudunk mondani? Mert azt hiszem, hogy van mondani valód. Így van. Hát ugye sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtam elindulni ezen a versenyen, amire 11 hetet diétáztam és készültem kőkeményen. Ugye akkor is elmondtam, hogy azért rengeteg időt, energiát belefektettem ebbe. Hát nem régiben volt egy verseny, amire szintén 12 héttel ezelőtt elkezdtem rá készülni. Eleinte egy, hát úgymond titokba, aztán a végén már úgy voltam vele, hogy akármi lesz, hogyha online verseny, akkor azon fogok indulni, hogyha zárt kapuk közt lesz meg szervezve ez a verseny, akkor azon fogok elindulni, és hát sikerült elindulnom ezen a versenyen, hál' Istennek, és viszonylag úgy érzem, hogy jól is szerepeltem, úgyhogy pozitív élményekkel gazdagodtam, és sikerekkel, úgy érzem, hogy sikerekkel zártam ezt a versenyt. Hogy kell elképzelni egy ilyen versenyt? Mi is, mi ennek a műfajnak a megnevezése? Hát tulajdonképpen ez egy fitness verseny, ugye ennek is a testépítés az alapja, viszont már elég sok kategória van ebbe az iparágba, úgyhogy én a men's physique kategóriában szerepeltem, ebben is tervezek a jövőben. Hát tulajdonképpen ez a fitness része, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kategória, ahol nem kell akár 10 évet is belefektetni, ugye tudjuk, hogy azért olyan könnyen nem jönnek ebbe a sportágba a sikerek, nem kell 10 évet belefektetni, és előbb megvalósulhat, úgymond, hogy színpadra álljon valaki, és tudjon szerepelni. Itt nem olyan nincs olyan túl nagy jelentősége az izomtömegnek, itt az összképet nézik, ugye itt a szimmetriát, a megjelenést, az eladhatóságot nézik, a személyiségét, a kisugárzását a versenyzőnek. Itt is meg kell lenni úgymond az izomtömegnek, a formának, de talán ez sokak számára előbb megvalósítható, mint a nagyobb testépítő kategóriák, és hát én igazából ezen tudtam elindulni, és ezen szerepeltem most október 4-én, ez Budapesten volt megrendezve az Aquarium Klubban. Miért értékeled ezt sikernek a te számodra? Hát mindenképpen azért, mert 2017-ben láttam egy ilyen versenyt először élőbe, és hát én akkor elhatároztam, hogy egy éven belül ezt megvalósítom, és ott fogok állni a színpadon, ezek között az emberek között. És hát részben sikerült is, vagyis hát ugye ezek között az emberek között álltam, szinte ugyanazok voltak a versenyzők, majdnem, hogy egyedüli újoncként, annyira nem vagyok tisztában 100%-osan a mezőnnyel, de sok ismerős arcot láttam, és hát 2017 óta, amikor ezt a versenyt láttam, eltelt 3 év ahhoz képest, hogy egy évet akartam, úgymond, vagy egy évet terveztem. Hát ez a 3 év igazából arról szólt, hogy én ezzel keltem, ezzel feküdtem le, úgyhogy én nagyon büszke vagyok rá. A sportágban lehet, hogy ez nem egy olyan kiemelkedő eredmény, ez egy minősítő verseny volt, sokan félreértették, hogy a posztjaim alapján igazából itt nem helyezést értem el, hanem az aktuális fizikumomat minősítették, és szövetségen belül most értem el oda, ugye az első versenyemen, vagy az első minősítő versenyemen, hogy ebbe a szövetségbe én már versenyzői kategóriába léptem, és innentől kezdve
hát úgymond a nagyok között, akiket ugye 3 éve is láttam, már tudjak szerepelni, és köztük tudjak bizonyítani. Hogyan készültél el erre a versenyre? Gondolom, hogy ennek megvannak a speciális módszerei. Így van, hát ahogy mondtam, én már sokszor készültem erre a versenyre, mindig közbe jött valami, legutóbb ezért nem is említettem senkinek, teljesen magamba készültem, csukja a fejembe, húzba fülhallgató fel, és próbáltam minél kevesebb információt mondani, mert tudjuk, hogy amit ma eltervezünk, az holnap nem úgy lesz. Hát rengeteg lemondással jár ez a verseny, ez a versenyzés, rengeteg munkával, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok alázattal is, szóval nekem ez az egyik legnagyobb kihívás volt eddig az életemben. Én nagyon nehezen bírom, rájöttem a versenyszintű diétát, úgyhogy nekem lehet, hogy másoknak is, csak nem mondják, én nem tudom, nekem ez extra nagy kihívás volt, úgyhogy hát ez egy nagyon nehéz időszak volt nekem. Nagyon jó élmény, utólag meg főleg, meg örülök, hogy nem adtam fel, de voltak nagyon durva mélypontjaim, úgyhogy büszkés vagyok rá, mert tényleg ezek évek óta készültem erre, hogy ott állhassak ezek között az emberek között, és végigcsináltam ezt a diétát. Először sikerült, úgyhogy egy aranyéremmel gazdagodtam, ami már kint van a falamon, és hát várom a következő megmérettetést, meg a kihívásokat. Ez azt jelenti, hogy továbbra is vállalod ezeket a nehézségeket, ami alapján mondjuk az életcélodat elérheted? Mindenképpen. Igazából olyan adrenalin volt bennem a múlt héten, hogy megvolt ugye vasárnap ez a verseny, és ez egyszerűen minden nap még egy héten keresztül ezen járt az eszem, úgyhogy abszolút megérte, mondta ez a sok lemondás, meg éhezés, meg munka. Szeretnék indulni. A cél az igazából az lett volna, hogy ez egy versenyszezon lesz. Szövetségeken belül elindulok a minősítő versenyeken, hogy más szövetségtől is kapjak visszajelzést, hogy a meglévő fizikumom elegendő ahhoz, hogy versenyezni tudjak. Nem így terveztem, ugye ez se, és hát én a verseny után úgy döntöttem, hogy inkább a vendégeimmel foglalkozok, illetve kicsit rendbe teszem a magánéletem is, mert az abszolút felborult minden részről, ugye az anyagi részét, illetve hát úgymond egy kicsit lemaradtam, emiatt a verseny miatt, itt nagyon sokat kellett magamra koncentrálnom, és egyelőre nincs rutinom még, hogy én ezt tovább tudjam vinni akár több versenyig. Ugye itt egy egynapos formáról beszélünk, úgyhogy itt óriási küzdelmek kellettek volna még úgy is, hogy rá egy hétre következik a következő verseny, úgyhogy majd csak jövőre szeretnék legközelebb színpadon állni. Te nem csak kizárólag sportként tekintesz, hanem hivatásként, foglalkozásként is egy hasonló dolgot űzöl itt Győrben. Így van, személyedző is vagyok, úgyhogy hál' Istennek eljutottam idáig is, hogy ezt meg tudtam valósítani. Szintén egy rögös út, viszont én úgy érzem, hogy úgy tudok ebben a sportágban sikeres lenni, hogy hasonló emberekkel veszem körül magam, hasonló ambíciójú emberekkel, illetve hasonló gondolkodású emberekkel. Így hát biztos, aki profi versenyre készül, az nem engem fog választani. Nekem ez nem is célom. Igazából én azt szeretném, hogy más is olyan sikereket érjen el, amit én sikernek éltem meg. Úgyhogy keresem úgymond azokat a vendégeket, akik egy lendületes, ambiciózus csapatba együtt tudnak velem dolgozni, és most az az időszak következik, ahol most inkább a fő hangsúlyt ezekre a vendégekre szeretném fordítani. Ugyanúgy megtartom a saját edzéseimet, ugyanúgy készülök csendbe tovább, viszont most a fókusz ezeken a vendégeken lesz. Foglalkozol olyan vendégekkel is, akik csupán hobbiból a saját testük hát karbantartása érdekében járnak egy ilyen fitness vagy edzőterembe? Igen, sőt a legtöbben ezzel keresnek fel.
aminek én igazából örülök, mert, vagy hát úgymond idézésre mondom, hogy örülök, mert valakit úgymond ez egy kicsit megrettent ez a verseny, meg főleg én úgy érzem, hogy elsőnek ez egy elég nagy ugrás, szóval lehet, hogy akkor inkább a negatív oldalait nézi. Hát a legtöbben, ahogy kérdezted, ezekkel keresnek fel, persze rendelkezésükre állok. Én hát azt tudom mondani, hogy azért ez egy kicsit könnyebb feladat, mint a versenyzés, és én úgy érzem, hogy ebben is tudok segíteni, és én örülök is neki, hogy másnak is sikerélményei vannak. Nem muszáj, hogy a versenyzésben legyen sikere abban, hogy elindult egy egészséges vonalon, életmódot váltott, vagy most akár az, hogy csak mozoghat, vagy egy jó csapatnak a tagja lehet. Keressük meg azt a közös célt, ahogy együtt tudunk dolgozni, és segítsük egymást, támogassuk egymást ebben. Egy-egy ilyen versenyen való elindulás azért komoly anyagi terheket ró, ahogy említetted te is, illetve maga a felkészülés is. Nyilván önmagad ezt egyedül nem tudtad megteremteni. Kik voltak azok, akik téged akár anyagilag, akár elkölcsileg komoly támogatásban részesítettek? Hát igen, jól gondoltad, egy ilyen verseny komoly anyagi terheket ró, úgymond a versenyzőre. Úgyhogy egy kicsit zsebbenyúlós volt a történet, ettől függetlenül megérte, viszont amire sokkal jobban szükségem volt ez idő alatt, hogy engem erkölcsileg, ahogy mondtad, illetve lelkileg támogassanak. Én sem úgy viselkedtem ez idő alatt, ahogy a mindennapokban. Itt ugye a diéta miatt rendkívül ki van élezve mindenki lelkileg, idegileg, úgyhogy próbáltam kerülni úgymond ezeket a kontaktokat. Hát nagyon-nagyon sokat köszönhetek a családomnak, szüleimnek, nagyszüleimnek, akik rengeteget támogattak, főként ugye lelkileg, ahogy említettem. Erre volt a legnagyobb szükségem, ez egy akkora lendületet adott, hogy én ezen a versenyen sikeresen el tudjak indulni. Ezen kívül rájöttem arra, hogy rengetegen támogatnak ebben, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok barátra tettem szert, illetve sok támogatóra. Most nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Egy kis reklám, a Miami Sunlight Solarium Studio is Tóth Zita nevében felajánlott nekem egy 75 perces szolárium bérletet. Ugye itt nagyon fontos a szín is, a megjelenés a színpadon, úgyhogy külön köszönöm neki, illetve rengeteg nevet fel tudnék most sorolni, mert a Facebookon több mint 500, hogyha szinte megszámlálhatatlan már lassan, több mint 500 értesítést kaptam, úgymond erre a versenyre, illetve még ezen kívül ugye a személyes gratulációkról nem is beszéltem, úgyhogy mindenkinek szeretném ezt megköszönni, így ezen az interjún, illetve nektek is, hogy fogadtatok, és hogy ezeket el tudtam mondani. Külön köszönöm Obertól Dávidnak, hogy támogatott abban, hogy az edzőtermében készülhettem, a Grund Fitness Győrben, ahol dolgozom jelenleg, úgyhogy ez nekem egy óriási plusz volt. Tényleg itt csúcs modern gépeken tudtam felkészülni, és gondolkodom továbbra is hosszú távon, úgyhogy itt szeretnék a következőre is felkészülni. Hát ezen kívül meg még szeretném megköszönni mindenkinek, aki hisz bennem, illetve azoknak is, akik nem hisznek bennem, meg nem hittek. Most már megtanultam azt is, hogy ebből is tudok motivációt meríteni, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek.